Na, sziasztok újra! Üdv innen a Grand Canyonból! Szóval az előző videóban meséltem róla, hogy itt aludtunk Pécsbe, egy hotelbe, hogy innen folytassuk tovább az utunkat, majd frissen és kipihenten. Meg fogjuk nézni először, mielőtt tovább indulunk itt a Grand Canyont, meg a környékén egy pár dolgot. Többek között ezt itt mögöttem, ami a Grand Canyon duzzasztó gát, a Colorado folyón, és amit visszaduzzaszt, az pedig a Lake Powell. Egyébként itt már 2020-ban is jártunk, hogyha kíváncsiak vagytok több információra, akkor nézzétek meg azt a videósorozatunkat, amikor itt jártunk az USA-ban, a nyugati parton. Most azért igyekszünk olyan helyekre menni, amiken még nem jártunk 2020-ba, úgyhogy ezért igyekszünk tovább, és nagyon hosszú út áll előttünk ma, olyan 9 órás út. Nem tudjuk, hogy ezt hogy fogjuk majd kivitelezni, de majd igyekszünk, és minél többet is szeretnénk látni, ezért biztos, hogy több helyen is meg fogunk állni. I don't know what I do without you. You make me smile, what is it that you do? Kijöttünk ide erre a kilátóra, onnan rálátni a gátra, meg a folyóra. Ma elmarad a horsó bent. Egyik az, hogy nagyon sokan vannak, a másik pedig, hogy már legutóbb láttuk. Csodálatos volt, fantasztikus, meg minden, de mi haladunk tovább. Várnak még ránk új élmények. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get. És most újra megérkeztünk Utah államba, és a Monument Valley-t fogjuk megnézni. Igen, tudom, itt van mellettem ez a lószar. Nézzétek meg, hogy milyen bájatok vannak itt a homokba. Valamilyen kígyó, vagy valami állat áshatta ki magának, úgyhogy az ilyen lyukaknál azért érdemes egy kicsit óvatosabb lenni, és figyelni rájuk. Szóval ez a Monument Valley, itt a Colorado fennsíkon helyezkedik el, és látjátok, hogy ilyen hatalmas hegyek magasodnak ki ott a távolban, amik akár a 300 métert is elérhetik. És egyébként még a western filmekből is nagyon jól ismert ez a hely, nagyon jellegzetes. És itt vagyunk most jelenleg Arizona, Colorado és Új-Mexikó határában. És akkor most haladjunk tovább a 163-as úton, a John Ford Pointhoz, ez egy nagyon jellegzetes spot egyébként. Méghozzá azért, mert a szikla szélén ott állt a cowboy lóháton, és rálátott ezekre a gyönyörű szép égbe magasodó sziklákra. Egy picit letértünk az útról, arról a bizonyos 163-as útról, ami a, tulajdonképpen a Monument Valley-n keresztül halad, azért, hogy itt a John Ford Pointot meg tudjuk nézni, illetve nektek is meg tudjuk mutatni, hiszen ez a hatalmas nagy hegyvonulat itt a John Ford Point, és ott a szélén, látjátok? Ott a szélén állt az a bizonyos cowboy a lóháton, és nézett le erre a gyönyörű szép tájra. És hogyha már itt megálltunk, akkor nézzétek meg ezt a másik hegyet is, ez meg nekem úgy tűnik, hogy olyan formája van, mint egy halászsapkának. Vagyunk még a Nemzeti Parkban, mögöttem van a Monument Valley, csodáljuk a tájat, fantasztikus, és nagyon jó idő van, van vagy 25 fok. Nem sokára viszont tovább indulunk abba az irányba, az Arches Nemzeti Park felé. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Na és ez az a hely itt a Nemzeti Parkban, ahol felvették azt a bizonyos jelenetet, amikor a Forrest Gump végigfutott itt a Monument Valley-től
egészen ide felfelé, ezen az úton, és többen is csatlakoztak hozzá, szóval ez itt az a helyszín. És akkor most a Tomi is fog egy kicsit itt futni. Igaz? Persze. Elég kietlen útra értünk, itt az isteneknek a völgyébe jövünk le. Korábban láthattátok, hogy itt egy ilyen vizesebb területen jöttünk át, ott egyébként, ha esik az eső, akkor egy ilyen időszakos folyó, illetve patak folyik. Most hála Istennek jó rég nem esett, hiszen át tudtunk jönni rajta, hogyha ha esett volna, akkor most ide az istenek völgyéhez nem tudnánk feljönni. Hát, srácok, ilyen vörös homokos, murvás úton kellett egészen idáig jönnünk, de úgy látom, hogy megérte. Nézzétek meg, ez itt az istenek völgye, ezekkel az égbe magasodó kis hegyecskékkel. És hát elég sokan járnak ide kikempingezni, ilyen hatalmas nagy lakóautókkal. Sokan nem elég, hogy még ilyen nagy döggel jönnek, még utána vontatnak egy kis autót. Ami lehet egy Jeep is akár. Na, megérkeztünk az Árcsíz Nemzeti Parkba, ami arról híres, hogy itt több mint 2000 darab ilyen természet által kialakított boltíves kőzet található, és ezeket fogjuk megnézni, hát nem mindet, de azért néhányat meg fogunk nézni a 2000 darab között. It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. És akkor ide is értünk az Árcsi Nemzeti Parkba, mint látjátok, egy nagyon hosszú út után értünk ide, sajnos már a nap is megy lefele, buktunk is egy órát, ahogy az előző videóban említettük, de most következzen a park! I hope it's not too late, I want you back here with me. És akkor ide is értünk az első nagyon fontos látványossághoz, az egyensúlyozó kőhöz. Tök érdekes, hogy éppen, hogy egy pici ponton érintkezik az alatta levő sziklával, tulajdonképpen ez a hatalmas nagy kőtömb vagy sziklatömb ott felül. Nagyon izgalmas ez is. És ezt is, mint az összes többi ilyen boltíves, illetve ilyen érdekes, mint a Monument Valley tulajdonképpen, ilyen sziklatömböket az erózió alakította tulajdonképpen ki, a szél, ami természetesen most is fúj, ugye a homok, és így koptatta folyamatosan le ezeket a köveket, és így alakultak ki, illetve hát ugye van az erózió is, amikor így egyszerűen csak fogja magát, és leomlik. Látjátok ott hátul azokat a kúpokat? Na hát, abból lesznek az árcsik. És ez pedig itt mögöttem az édenkert, hiszen a rengeteg kopár szikra között itt van egy kis zöld felület. Gondolom ezért hívják édennek. Oh,
A következő részben folytatjuk. Hogyha ez a videó viszont tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!